most aztán jön az ívelés, nem jön Hermány, megtorpant a kapus, Calvente. Ott a középletett labda, és ott az egyenlítés! Vaskó Tamás! És Calvente volt az, aki odarajzolta a fejére a labdát. Kiegyenlít a Békés Csaba, idő pedig még van bőven. Az első fél időben elhibázta a nagy helyzetét Vaskó. Most azonban befejeli szezonbeli harmadik találata. Itt kerül Calventéhez, a legveszélyesebb Békés Csabai, az a labda is állóhelyből oda nyesi. Risztevszky pedig gödörben állt. A Békés Csaba viszont kijöhet ezzel a gödörből, teljesen nyílt megint a mérkőzés. Hiába védett, zseniálisan eddig Hermány, most nem jött ki vesztére.